Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy napi horoszkóp. Illetve ez a felvétel két napra szól, szeptember 28-ára és szeptember 29-ére. Az energia hasonló, így összefűztem a két napot. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, mint például a mai napon is van egy anapha jóga, amit majd elmagyarázok, hogy ez mit jelent, de vannak az ujjaink jógái is, és ennek van egy gyógyító hatása. Most mutatok egy gyakorlatot, ez segít tüdőbetegségeknél, lélegzési megbetegedéseknél. A hüvelyk ujjunkat és a középső ujjunkat így összenyomjuk. Ehhez jön a kis ujj és a gyűrűs ujj. A mutató ujj kifele marad. És most mutatom a lélegzési gyakorlatot. Amikor belélegzünk, akkor kicsit összenyomjuk az ujjainkat, kilélegezésnél pedig kicsit elengedjük. Tehát jön a gyakorlat. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A mai napon hiányzik a tűz eleme. Ez jelenteni a bátorságunkat, a lelkesedést, de valahogy olyan fáradtnak, kimerültnek, erőtlennek érezzük magunkat. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, de az élet erőnket is. Vénusz bolygó az jelent bennünket, hölgyeket. Mi a kapcsolat most a férfias és a nőies energia között? Az indiai számítás szerint Mars bolygó a bika jegyében van, tehát a föld elemében kell a biztonság érzete, vagy gondoskodni kell az anyagiakról. Vénusz bolygó a szűz jegyében van, tehát szintén a föld elemében. Ez azt jelenti, van hasonlóság, van egy jó kapcsolat a férfias és a nőies energia között. De kicsit olyan passzívak vagyunk, visszahúzódóak, mi hölgyek, szerények, úgy figyeljük az eseményeket. Neptun bolygó az szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, és aktiválja az intuíciót, az inspirációt, tehát kihat spirituális vagy művészi területekre is. Neptun bolygó egy kapcsolatban áll most Mars bolygóval, ez egy nagyon jó kapcsolat. Ez jelentheti az erőnket, hogy ebben a területben kell, hogy tevékenykedjünk, de Neptun bolygó kihat Mars bolygó hatása alatt a férfiakra is. Náluk megvannak az álmok, a vágyak, az elképzelések, de kicsit olyan dacosak, visszahúzódóak, és kényelmesek most így a napokban. A hold az a mérleg jegyében van az indiai számítás szerint, és itt a mérleg jegye érezhető a belső harmónia, a művészetek. Azon kívül a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot, tehát a párkapcsolat áll most középpontban. A hold az nagyon közel van Vénusz bolygóhoz, hiszen Vénusz bolygó az a szűz jegyében, a hold a szomszéd jegyben, a mérleg jegyében van, itt megvan ez a kapcsolat, és érezzük az érzelmeket, mindaz, ami olyan közel áll hozzánk, tehát érzelmekkel figyeljük most a környezetünket.
A hold egy anapha jógában van, Vénusz bolygóval és Merkur bolygóval. Tehát Vénusz bolygó és Merkur bolygó így a háttérből adja az impulzust. És ez a kívánság, hogy szerelemről, párkapcsolatról lehessen beszélni. De úgy érezzük, hogy nem megy tovább, mert mi hölgyek nem tudjuk kimutatni azt, vagy azt is jelentheti, hogy keressük a kapcsolatot ezzel a férfival, de ő nem jelentkezik, nincs reagálás a részéről, és így nehéz érzelmekről beszélni. Hiszen ez lenne a nyilvánosság, ez a kívánság megvan, ez az impulzus megvan részünkről, hölgyekről, de a külső világ nem reagál erre. De ez csak abban az esetben van így, ha érzelmekről van szó. Más témáknál megvan a kapcsolat. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak. 28-án a hold a Svati holdházban van. Efelett a holdház felett a szél, a szellő istene uralkodik, tehát kell a könnyűség, és a szél szimbolizálja a beszélgetéseket. Tehát jó lenne, ha mégis sikerülne érzelmekről beszélni. Svati az azt jelenti lefordítva, hogy én magam és az én lelkem. Tehát ez is fontos, hogy most magaddal foglalkozz, vagy a lelki dolgaid legyenek most itt a középpontban. 29-én a hold áttér a Visaka holdházba. Visaka az a tűz istennője, és efelett a holdház felett Agni uralkodik, és Agni az a tűz istene. Tehát itt a tűz eleméről van szó, ami most így hiányzik a napokban, tehát a hold mozgása által mégis megkapjuk ezt az energiát, ami lelkesedést jelenthet. Tehát történik valami, ami lelkesít bennünket, utalhat szenvedélyekre is, vagy meg lesz újra az életerő, a bátorság, és el kell fogadni ezt az energiát, amit így a holdház által közöl velünk. És ez lehet egy új irány, egy kiút, vagy egy életterület, ami jelenleg lelkesít bennünket. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!